Ma mondhatni mindenki győztes, aki a futást választja, de mit tudhatunk a szervezés hátteréről? Miért éppen futással kell indítani szorvosan is az új évet? Vissza kell kanyarodjunk 2017-re, és itt van Halász Juci barátnőm, futótársam. Akkor indultottunk egy ilyen kis, nagyon szűkkörű kihívást, hogy mindig fussunk annyit, amennyi éppen az évek számának a harmadik, negyedik számjegye. Tehát 2017 óta futunk, mindig január 1-én. 17 kilométert, és hát most oda került a sor, hogy 22 kilométert futni. És sokan kérdezgették, hogy szilveszterkor csinálunk-e valami futós programot, lesz-e valami futós program. Mondtam, hogy szilveszterkor nem, de hogyha szeretnének, akkor ehhez az újévi kihíváshoz csatlakozzanak. A közös futásnak mégis milyen varázsa van? Hát nagyon nagy varázsa van, látom itt az újonnan érkezőket, vannak olyanok, akik már régi futók, vannak, akik hozták a családtagjukat, és mivel ugye 22 kilométer az így első kimondásra sok futni, ezért kigondoltuk, hogy akkor legyen kerékpáros kihívás is, ne csak futós kihívás, és aztán még tovább gondoltuk, úgyhogy így kikanyarodott egy olyan rendezvényé, hogy több mint 100-an vagyunk itt miatt. Hivatalosan is szeretettel köszöntöm a mai sajtótájékoztató résztvevőit, TV újságíró, mindenki, aki elfogadta a meghívásunkat, illetve hát itt az asztal másik oldalán ülő alkotókat, színészeket, táncosokat. Egy olyan furcsa projektbe kezdünk bele, amely abban nem tér el, hogy emögött is pályázati pénz van, de annyiban igen, hogy nem a megszokott Emberi Erőforrások Minisztériuma, vagy Nemzeti Kulturális Alap, és sorolhatnám még ezt, mondjuk a Parlament Nemzetiségi Bizottságát, ahol pályázaton jut a Cervinus Teátrum pénzhez, ahhoz, hogy egyáltalán új színházi darab létrejöhessen, megvalósulhasson. Köszönöm szépen. Nekem egy régi vágyam az, hogy a népzenét populárisabbá tegyük annál, mint ahogy jelen pillanatban tart. Ugyanis számtalan jó példája van itt Szarvason annak, hogy néptánc előadásokon vagy népzenei koncerteken teltházza megy a Vízi Színház, és nagyon szeretik a szarvasiak. Ugyanakkor bármire jártam az országban, nem feltétlenül ekkora a nagy a szeretete. A fiatalok körébe pedig kifejezetten, akik néptáncosok, azok nagyon szeretik, de a nagy massza az annyira egy kicsit úgy óckodik tőle. Ugyanakkor a népzenének vannak annyira szép motivumai, ami egészen a popkultúráig is eljutott, és most teszünk egy kísérletet. Pont a napján a Cervinus Teátrum és tiszteleg a magyar kultúra előtt, de mégis milyen formában idén hogyan ünnepelnek? Nos, azt gondolom, hogy ez most már hagyománynak tekinthető itt a Cervinus Teátrum életében, hogy gálaműsorral készülünk a Magyar Kultúra Napjára, hiszen a magyar kultúra az nem csak a színházról szól, vagy nem csak a zenéről, vagy nem csak a táncról, hanem az összefoglalja mindazt, ami képviseli a mi mindennapjainkat, ami mindennapi kulturális életünket. És azért az egy elég szélesévű történet, hiszen ha az ember belegondol, akkor kultúrája van a főzésnek kultúrája van, az otthonnak, a berendezésnek, mindennek kultúrája van. Hál' Istennek az a fajta kulturális élet, amit mi itt be tudunk mutatni, az egy nagyon színes palettát mutat, hiszen azt az egyet azért tudnunk kell, hogy Szarvas városa gyakorlatilag a kisvárosok sorában elmondhatja magáról, hogy a kultúra fellegvára, és aki itt él, az a mindennapjaimban érzi ezt, aki pedig ide látogat, az akkor csodálkozik rá, és hát én azt tapasztalom, hogy az emberek nagyon sokszor, akik egyszer ide látogattak, visszajönnek máskor is.
Nos, valóban egy gálaműsorral készülünk, gyakorlatilag ez a gálaműsor, ez keresztmetszete valamennyi művészeti ágnak, de tulajdonképpen egészen viszonyulunk a népművészetig az őseinkig, hiszen azt gondolom, hogy ha nem lenne népművészet, nem lenne néptánc, nem lett volna népi színjátszás, akkor nem alakulhatott volna ki az a vonalsa, amit most gyakorlatilag mi képviselünk. Meg is hogyan áll össze egy ilyen gálaműsornak a szerkesztése, illetve kikkel kivitelezi mindezt a színpadon? Ennek is már gyakorlatilag évek óta egy jól kialakult munkamenete van, tehát a szerkesztését a műsornak azt magam készítem. Maszk nélkül, de ma zenélnek nekünk a Cervinus Teátrum kamaratermében. Mit tudhatunk a ma esti előadásodról, illetve a vendégeidről? A ma este Molnár Jani és Nánási Ati lesznek a vendégeim, és egy akusztikus duó, akik magyar slágereket, feldolgozásokat, saját dalokat, illetve vers átdolgozás, megzenésítéseket játszanak. Miért pont rájuk esett a választás a második koncerteden? Igazából sorrend nem volt meghatározva, de Attilát mindenképp szerettem volna elhívni, mert egy gimnáziumba jártunk, és én végignéztem gimis koromban, hogy ők így előttünk zenéltek folyamatosan, úgyhogy én onnan ismertem, és még Molnár Janihoz is egyszer elkerültem egy gitárórára, illetve a pavilonban már többször láttam őket zenélni, és úgy gondoltam, hogy egy tökéletes párosítás lenne erre az estére. Ezen a klubkoncerten mennyire veszed ki a részedet? A ma estén teljesen a profira bízom, hisz Attila szerintem teljesen jártas ebben az ügyben, úgyhogy a ma este az teljesen az övéké, és nagyon lazára szeretném venni a ma esti szerepemet. Tavaly év novemberében volt a debütálásod a Zenélünk kapcsán. Milyen tapasztalataid voltak, netán esetleg valamilyen konzekvenciát levontál-e, amit megosztanál a Körös TV nézőivel is? Mindenképp nagyon élveztem, és szerintem így láttam abban a fantáziát, hogy mi mindent lehet ezzel még csinálni, meg kreálni, és bízom abban, hogy egyre több emberhez eljut, hogy minél több előadót tudjunk hívni, nem csak szarvasiakat, hanem esetleg a megyében, vagy az országból is több előadót hívni. Megyejárás népzenével, nem is akármilyen formában, melynek első stációja a Szarvasi Cervinus Teátrum. Kérem, avasson be minket a részletekbe, hogy mit is kap ma a közönség. Ez annak a megyei nagy projektnek a része, amelyről már értesülhetett a kedves tévénéző szarvasi közönség, illetve mindazok, akik Körös TV-n keresztül figyelemmel kísérik ezt a programot. Ugye ennek van egy Békés megyei értéktárat népszerűsítő gyermekjáték változata, talán ezzel indultunk a leghamarabb. Azt is Szarvason próbáltuk ki, itt volt a sajtótájékoztatója. Van egy kiállítás, ezt követi egy olyan előadás, amely a megyei értéktárrendszerről, a hungarikum törvényről, illetve a települési értéktárakról szól. Készül egy színházi darab. Ez a színházi darab gyakorlatilag a Békés-megyei betyárvilágot hivatott bemutatni. Ezt is a mi színházunk, a Cervinus Teátrum hozza létre Varga Viktor rendezésében. És most
Hát októberben kezdtünk hozzá ennek a zenei koncertnek az előkészítéséhez. Bartók Béla Békés megyében is gyűjtött jó néhány településen, Szeghalom, Doboz, Gyomaendrő, Békés, Gyula, és hát óriási az a népdal kincs, amelyet annak idején itt az itteni adatközlőktől gyűjtött össze. Erre a népdal kincsre épül a mai népzenei koncert. Szokolai Dongó Balázs a szakmai gesztora. Ő dolgozott már ezzel az anyaggal, hiszen a korábbi mesedarabunknál is Bartók gyűjtés volt az alap. És hát megszólítottunk olyan Békés megyei zenészeket, most konkrétan a Téglás zenekart, akik társulnak ehhez a Szokolai Dongó Balázsféle koncerthez. Ez egy egyórás zenei műsor, amelynek a tájolásával elindulunk Békés megye számos településén. 18 helyszín van kijelölve, holnap Tóth Komlóson folytatjuk a sort, és hát februárban elő van készítve még Békés Csaba, Orosháza, Gyoma, Mezőberény. Május végéig kell a 18 előadást teljesítenünk. Szerintem meg lesz a megfelelő érdeklődés, és készen leszünk vele. Szarvas vonza a sárkányokat, de minek tudható ez, illetve mi is ennek a mai versenynek igazából a küldetése? Ez a mai verseny a medencés sárkányhajó verseny a téli szürkületnek a áthidalása, meg a több hónapos kihagyás után a versenyzők újra találkozhatnak egymással és megmérettetik magukat, illetve a téli fizikai felkészülésnek egy megmérettetése. Ez nem ugyanaz, mint a nyílt vízi verseny, de sokkal keményebb, sokkal erősebb legénységek kellenek, és alapvetően ugye csak 6 fős legénységek ülnek a hajóban. Ennek a sárkányhajós programnak az alszlogenje az, hogy tiszta küzdelem egy perc alatt. Mit értünk mégis ez alatt? Ez a tiszta küzdelem egy perc alatt, ez maga a versenyzésről szól. Egy perc van adva arra, hogy a szemben lévő csapatok, akik a hajóban ülnek, eltolják ellenkező irányba egy perc alatt a hajót. Ha nem is sikerül 2 méterre eltolni a ellenkező irányba, akkor is van egy pár centi különbség, és akkor is tudunk
győztest hirdetni. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket 48-as megemlékezésünkön. Vártuk Babák Mihály polgármester urat is, beteg volt ezen a héten, úgyhogy néhány gondolatot talán. Akkor, amikor az idei március 15-i meghívó készült, akkor több kört futott maga a meghívó jóváhagyása, és az volt a kérés, például polgármester úr részéről, hogy kerüljön rá Szarvas 300 logója. Ugye elgondolkodtam, hogy mondjuk egy 48-as szabadságharc kapcsán hogyan is kapcsolódunk mi szarvasiak a 300 éves itt létünk alatt a 48-as, 49-es szabadságharchoz. Thank you.
látom fakul a nép, a régi ház falán. Jön egy új ezer év, amit hoz, mit talál. Hol a szabadító remél, a szép, az új világ, miről annyit álmodtál. A Szarvasi Harcművész és Küzdősport Egyesület egy újabb álmot teljesített be, hiszen egy mintegy három éves út végéhez érkezünk lassan a Dél-Alföldi Regionális Karate Akadémia átadásával. Bár még egy kis lépés választja el az épületet a teljes készültségtől, a mai napon azt gondolom, hogy már elhihettük azt, hogy az út végére érkeztünk. Honnan indult ez az álom, mi kellett ahhoz, hogy megvalósuljon? Hát az első fontos lépés az volt, hogy a karatét beválasztották az olimpiai sportok közé, és így új lehetőségekhez jutott, belekerült a kiemelt sportágfejlesztési programba, amelynek keretén a szövetségek létesítmény igényeket nyújthattak be az Emberi Erőforrások Minisztériumának. Tisztelt miniszter úr, polgármester úr, elnök urak, főjegyző, főtitkár úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai átadó ünnepségem, amely egy kicsit furcsán hathat, hiszen teljesen nem vagyunk még készen ezzel a fejlesztéssel, de már látszik, hogy mi lesz belőle, és aki látta korábban ezt az épületet, hogy honnan is indultunk, az már ezt is nagyon-nagyon tudja értékelni. Ez egy olyan fejlesztés, amely egy funkcióját vesztett ipari létesítmény felújításából, egy olyan sportközpont alakul át, ami szolgálni fogja nem csak a helyi sportot, nem csak a helyi fiatalokat és felnőtt sportolókat, hanem regionális szinten. Hogyan, milyen módon került kapcsolatba Erdélyi Attilával, a képeivel, illetve az ő családjával, milyennek a története? Erdélyi Attila művészetével édesanyja révén ismerkedhettem meg, Néhai Markocs Józsefné, Misor Era néni, nagyon-nagyon jó családi barátunk volt, szinte mindennapos vendégek voltunk egymásnál, mert a 80-as években a Barnaházban lakott, mi pedig a szomszédházban, Átellenben, de a 80-as évek közepén aztán még a szomszédság tovább bővült, mert boldogult apámék megvásárolták a Lentvorszky féle házat a Bajcsi közepén, és akkor erre a néninek ők is közel lettek, hát apámmal pedig nagyon régen fiatal korukból ismerték egymást, mint kollégák a kereskedelemből. Köszönöm szépen, szép napot kívánok kedves mindannyiunknak, a nap is hozzájárul ahhoz, hogy szép napunk van, csak még egy kicsit hűvös. Tavaszvárok vagyunk, és az igazság, hogy gondolkodtam majd, mit mondhatok a művészről. Talán annyit, hogy 10 éve ismerhettük meg Isten igazából, hisz 10 évet megelőzően birtokunkban volt már a alkotásnak jelentős része, de nem láthatta a közönség. És akkor úgy döntöttünk Rosszik Zoltánnal is többünk magunkkal, hogy hát illene bemutatni. És akkor még nem költöttünk rá, hanem csak úgy kitettük. Az idén úgy 180 ezer forintba került, csak a keretezésre most megjelent, megnéztem a számlát. Szóval a most meg kiállított képeknek a keretezése, feldolgozása egy jóval mutatósabb. Annyit hadd mondjak azért a művészről, hogy én kerestem a műveiben mindig a Franciaországot. Ugye a Párizst, meg sok egyéb más. Ezt kevésbé találtam meg, mert egy sajátos kifejezés módja van. Ő a színekkel, a formákkal, az arcokkal mindig gondolatokat fejezett ki. Régen festettem meg ugye a filmmel kapcsolatban is, amikor nekem díszleteket kellett csinálni, vagy a figurákat megfesteni, festettem, de úgy konkrétan képet, vagy ilyen, hogy úgy mondjam, művészi alkotásokat, nem igen. És volt egy nagyon jó barátom, 2000-ben meghívtak engem Soltvad Kerthegy ilyen alkotótáborba.
és az alkotó táborban én megmondtam, elmegyek nagyon szívesen, de én csak kritizálni fogok, és azt is csináltam egy héten keresztül, hogy mindenkit izégattam, hogy ezt miért így csináltad, azt miért úgy csináltad. Hosszú várakozás után megnyílhatott Szabó László játék és makett kiállítása itt a múzeumban. Milyen előzményre tekint vissza ez a kiállítás? Hát nagyon régóta beszélgettünk már Szabó Lászlóval erről a kiállítást, hogy tudjuk létrehozni. Gyakorlatilag az első makett kiállítás volt, ami 2003-4 környékén jött létre, és azóta terveztük azt, hogy egy állandó kiállításban, vagy hosszabb ideig megjelenő kiállításban bemutatjuk a gyűjteményt. Utána később felmerült az, hogy a lenti 8-as teremben egy állandó kiállítást hozzunk létre a maketteknek, a makettek egy is egy játék egy részének, akkor még ugye makett és báb kiállítás lett volna. El is kezdődött egy gyűjtés arra, hogy ez megvalósuljon, aztán elkezdtük, hogy fel is kezdtük felépíteni, de aztán jött, hogy a felújítás, illetve egy pályázati lehetőség, és gyakorlatilag hát majdnem 16 évvel később vágtunk úgy bele az egészbe, hogy elindult maga a kiállítás megvalósításának a folyamata, a múzeum felújítása. Ez sajnos elhúzódott, és gyakorlatilag ebből tudtuk létrehozni azt, hogy akkor már úgy terveztük, hogy lenne egy állandó kiállítás, hogy be tudjuk mutatni egy vagy két vagy három teremben a gyűjteményt. Különleges estel zárja áprilist a gyakorló intézménye, de mégis mivel koronázzátok meg a ma estét? Valóban a Gál Ferenc Egyetem szarosi gyakorló intézménye egy báli szezon kívüli báli alkalommal örvendezte meg Szarvasváros polgárságát, hiszen ez a rendezvényünk, a Bobita Bál, Szarvasváros legnagyobb polgári bálja, és nagyon örülünk, hogy két év kihagyás után a járványügyi helyzetre való tekintettel elmaradott bálainkat követően a mai este újra együtt lehetünk, és élőben élvezhetjük a mai estének a különlegességeit. Szeretettel köszöntöm Önöket a Gál Ferenc Egyetem Szarvasi Gyakorló Általános Iskola és gyakorlóvoda, valamint az intézmény alapítványa, a Bobita Alapítvány jótékonysági estjén. A gyakorló intézmény és a Bobita Alapítvány a szülői közösség összefogásával ma 25. bálját ünnepli. Ma a tavaszért futnak a Szarvasi Arborétumban, de mégis miért méltó a közeg a nem az első futóversenyre? Több éve kezdtük már szervezni ezeket a futásokat, és az eredeti ötlet az volt, hogy tavasztól indítva, szépen tavasz, nyár, ősztél, lebonyolítjuk két év alatt ezt a 4 évszak az Arborétumban futó versenysorozatot, de sajnos a tudva lévő okok miatt nem sikerült ilyen sorrendbe, úgyhogy az első évben 2020-ban nyárét rendeztük meg, utána tavaly az őszit és a télét, és úgy hozta a világ, hogy amit elsőnek terveztünk, az lett az utolsó, úgyhogy most lesz a tavaszi futás. És hát közben, amikor üres járatok voltak, akkor sem unatkoztunk, akkor is csináltunk kisebb futóversenyeket, de igazából ez a cél, hiszen olyan létszámban érkeznek ide a versenyzők, hogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Közel 400-an vannak, és lehet látni azért, hogy jól is érzik magukat. Hogyan, milyen módon készült a baráti kör erre a mai napra? Nyilván a készülődés is nagy munka volt, de most így már a rendezvény közepén nagy öröm és boldogság tölt el, hogy ilyen sikeres jubileumi rendezvény bálat 40. évforduló a baráti kör megalakításának a 40. évforduló alkalmából, és természetesen Szarvasváros újratelepítésének a 300. évfordulója Harukkernév alkalmából rendezett ilyen nagy sikerű rendezvényen vehetek részt, és tudtuk ezt együttesen,
valamennyien az elnökség tagjaival és néhány szervezővel összehozni, amelyben talán én nem is bíztam, őszintén mondom, hogy ilyen nagy sikerű rendezvényt tudunk itt az Árpád dísztermében, a Polgárok házában összehozni. Február 26-a helyett ma, május 21-én, a Covid miatt már ezt előre terveztük januárban az elnökség ülésen, úgyhogy örülök és boldog vagyok. Mielőtt idejöttem, délután felkészültem egy-két dologból, ami ugye a festőfű termesztésével kapcsolatos, és Szarvas kötődik hozzá, mert ugye itt terve volt véve az indigó termesztés, a festékgyár, hogy itt van a körös közelsége, ez mind a városunkban. Szarvasváros önkormányzata, a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány és a centenáriumi hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár nevében tisztelettel köszöntöm Önöket. Petnázi Andrá vagyok. 2010 óta ezen a napon ünnepeljük az összetartozás napját, és emlékezünk az első világháborút lezáró, számunkra fájdalmas békekötésre. A mai emlékünnepségünkön köszöntöm Szebbelédi Zoltánt, a Békés megyei önkormányzat alelnökét. Gál Rolandot, a Szarvasi Járási Hivatal vezetőjét. A centenáriumi hagyományőrző Honvéd Gyalogdandár képviseletében Babák László nyugalmazott vezérkari ezredest.
öröm itt lenni veletek, mert hosszú idők óta most már újfent van evangélikus közösségünk. Ez a város most 300 éves újra telepítésünk kapcsán, és azért jöttek ide annak idején sok helyre az emberek, hogy a vallásukat szabad gyakorolhassák. Rengeteg dolgunk volt, hogy mindazt, amit Tesedik elkezdett, azt helyreállítsuk, és amit a közösség annak idején megépített, az megint azoké legyen, akiket szolgál. Mi végtelen boldog vagyok azért, hogy sikerrel jártunk. Sikerrel jártunk a diakóniában, ahogy főfelügyelő mondta, és az oktatásban is. Medence 30 településén több ezer néptáncos, népzenész egy időben azonos programokkal valósítja meg ezt a nagyszabású fesztivált. A Csóri Sándor program 5 évvel ezelőtt kelt életre a magyar népművészet támogatására. Az eltelt időszak eredményeit, a népművészeti mozgalom kiemelkedően magas színvonalát, résztvevőinek sokszínűségét csodálhatják meg. Elsőként a jelenlévő táncosok, zenészek és népdalénekesek előadásában a Magyarország az én kedves szép hazám című népdal hangzik el. Ezt követően Csóri Sándor Virágvasárnap című versét Jónás Gabriella színművész adja elő. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Óriási öröm, hogy egyrészt a megyei Csóri Fesztivál itt Szarvason kerül megrendezésre, és annak is örülök, hogy egy ilyen összejöttünk. Tisztelettel felkérem Fekete Pétert. Fekete Péter urat, aki államtitkárként nem csak a színházi és a kultúra más egyéb ágainak nagy-nagy programjait indította el, akár a Déri Nép programot, a Lázár Ervin programot, Térzene programot, hanem a Csóri Sándor fémjelezte népművészeti közösségek támogatásáért is felelős államtitkárként segítette ezt a munkát, és lehetővé tette azt, hogy működésünkben megerősödhessünk. Thank you.
ilyenkor a gólyért tartasztják, kényszertek másokat megdicséri, bár azért sokszor múltjával teszem mindezt. Mert a jó az természetes, az kötelesség, de vannak, akik néha többet tesznek. Milyen tisztelt hölgyeim és hölgyeim, szülővárosom Szarvas, én ezt a város szerettem minden polgárával, gyerekkorom voltam, itt élek, nagyon kevésszer voltam távlabb, és nekem nagyon fontos az önök boldogulása. Én megkaptam önöktől és Szarvasvárosról mindent ahhoz, hogy tegyem a dolgomat. Néha egy kicsit ellenkeztünk, néha egy kicsit veszekedtünk, néha egy kicsit szivoltunk, de különben nekem nagyon fontos az összhang. Rám se néz, és mégis szeretek én. Kedves ünneplő, kedves barátaink! Megbolondult a világ. Én úgy gondolom, hogy a magyarok józanak lassan már csak. Mert hogy nem csak háború van, hanem energiaválság, meg Brüsszel húgyagyújai össze-vissza beszélnek, nem tudják, hogy merre van előre, és mi szolgálja az embereket. Elfelejtették azt, hogy a vezetők elsősávú dolga az, hogy szolgálja a népét, az, akinek az élére állt. Botrányos dolog ez. Nekünk pedig azért kell összetartanunk, ha nem ért minket a világ, adjunk már példát nekik arról, hogy nekünk egy ünnep, egy kenyér. Nagyon szépen köszönöm a közönségnek és a tisztelt zsűrinek, hogy örülök, hogy éppen itt Szarvason kapom meg ezt a díjat, mert el kell mondanom, hogy ahányszor én színpadra léptem itt, ez mindig egy emlékezetes helyzet volt, hiszen egyrészt fantasztikus, hogy ez az egész panoráma, ez az egész környezet csodálatos, úgyhogy ez egy külön öröm itt fellépni, másrészt pedig természetesen a másik maradandó emlék az a közönség figyelme, lelkesedése és szeretete. És nagyon örülök, hogy a zsűri is a közönség soraiból tevődik össze, mert ez a legfontosabb értékmérő az életünkben, azt gondolom, a közönség figyelme és szeretete.
évente visszatérő rendezvény szarvas életében, a Kenu Maraton immár 25-ére. Hogyan éltétek meg a mai napot, illetve milyen érzés volt ezt ma összerakni? Összerakni mindig egy nagyon nagy élmény, és most egy megújult stábban dolgoztunk a Kajakenu klubosokkal, illetve önkéntesekkel együtt, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapat gyűlt itt össze. És mindent figyelembe véve, én szerintem nagyon sikeres rendezvényt zártunk, főleg úgy, hogy azért voltak akadályozó tényezők. Kinek mi most a saját akadályoztató tényezőnket nem mondom, de az időjárás azért fokozottan igénybe vette most az indulókat. Hál' Istennek azt az információt kaptam, hogy nem történt semmilyen különösebb eset, így mind a 179 induló teljesítette a távot szintidőn belül, tehát a 4 órában mindenki belefért. Uram, kedves vendégek, szeretetre méltó szarvas és nem szarvasi barátaim. Őr János vagyok, és nagy öröm számomra, hogy házigazdaként a csodálatos víziszínház átadásának a 11. évfordulán is, mint eddig minden évben, most is nagy tisztelettel és szeretettel köszönthetlek benneteket. Külön örülök annak, hogy gyerekkori barátaim a Stopband elmúlt 4 évben itt megtartott 4 koncertjének a közönség sikere után 5. alkalommal is házigazdája lehetek a fiatalságunkat, a régi szép időket visszaidéző mostani jubilomi pavilomi nosztalgia retro örömzenepartinak, az örök fiatalokból álló Stopband emlékzenekar második koncert. Köszönöm, milli hostja! Szép napot kívánok kedves mindannyiunknak, és ha jó Isten, az úgy látszik meghallgatta a kérésünket, mert szép időt adott ma este. Még a hajnalban esett az eső, de most csodálatos idő van, sőt, egy kicsikét meleg is. De félre minden gondol a mai napon, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves szarvasiak, kedves vendégeink, mert szilva nap van. És ilyenkor semmi sem fontosabb, mint a jó kedv, a szórakozás, a jó étel és az önfelett szórakozás. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, 24. alkalommal, jól tudom? Igen. Mert egy kimaradt annak idején, a Covid miatt, 24. alkalommal jövünk össze, és semmi más célunk nincsen, mint hogy jól érezzük magunkat. Kérem, engedjék meg, hogy köszöntsem Önöket, Dankó Béla, országgyűlési képviselő és Szarvasváros képviselőtestetek minden tagja nevében, és engedjék meg azt is, hogy köszöntsem Önöket úgy is, mint ebben az évben az újjászületésünk születésnapján. Ugyanis mi 300 évesek vagyunk. Szeretettel köszöntöm én is Önöket a 24. szarvasi szilvanapokon. Szeretnének 25-et? Helyes! Képzeljék el, hogy a 25-hez is szükség lesz szilvára. Ezt azért mondom, mert ma reggelem úgy kezdődött, hogy ahány emberrel csak találkoztam, mind megkérdezte, hogy lesz-e eső. Én remélem, hogy lesz eső. Itt a Kárpát-medence közepén szükségünk van az esőre, szükségünk van a vízre, még a talajvízre is, mert sem öntözni,
sem, pedig termelni nem tudunk csapadék nélkül, és bizony a gyümölcsfáknak is, nem csak a szántóföldi növényeknek, gyümölcsfáknak is szükségük van a vízre. Csak hogy még jobban megismerjük a polgármester urat, hogyha a szilvával el kéne benni, akkor inkább folyékony vagy szilárd halmaz állapotban tenni ezt? Szilárd halmaz állapotban is szeretem, mint gyümölcsöt, de azért, ahogy elhangzottam megnyitón is, hogy vannak főzetek belőle, hogy minden befőtnek indul, de aztán pálinka lesz a vége. A pálinka azért az nagyobb kedvence az embernek, úgyhogy a szívesebben fogyasztom. Természetesen a lekvárt is, mert azért a szilva lekváros gombócot is megeszi az ember, de a pálinkák díjazásának, díjátadásán is részt vettem. Ott is közel 70 pálinka nevezett az idén. Nagyon jók is voltak, ahogy a szakmai zsűri elment, a nagyon jó eredmények is születtek, és többen nyertek, több díjat, több fokozatot értek el. Itt vagyunk a Szarvasi Vízi Színház előtt, és hamarosan kezdődik a Szent Mihály napi tűzgyújtás, amelynek vendége, illetve egyik főszereplője az itt lévő műsornak, Sasvári Sándor, Jászai Mari Díjas és Emerton Díjas zenész, színművész, és azt olvastam, hogy lovas. Azt gondolom, hogy ezt ma igencsak meg fogjuk majd csodálni. Milyen lovakkal érkeztek ide ma este, mert hogy itt vagyunk az állatok mellett, és valami nagyon-nagyon csodaszépek. Köszönjük szépen. Igen, hát csodálkozom, hogy csak most tudta meg ön, hogy lovas vagyok, mert 87 óta díjugrató versenyző vagyok, és 6 éves korom óta lovagolok, és mindenféle fórumon ezt már elmondtam, de elmondom most is. Két gyönyörű saját lovunkkal jöttünk, mind a kettő díjugrató versenyeken vesz részt általában. A szürke Mephisto névre hallgat, ő már nem versenyező, már 25 éves, tehát ilyen alkalmak akkor hozzuk magunkkal, és nagyon-nagyon szépen dolgozik. A másik pedig Sólyom nevű, még aktív díjugrató velem, és őt is már egy pár alkalommal elhoztuk ilyen műsorra. Te nagyon sokan vannak, bár kabát van az embereken, de csak jönnek, és nagyon kedves vendéglátás fogadja itt őket az ajtóban. A disznótoré, azaz a gasztronómiája a főszerep Szarvason, de önnek milyen szelet jutott ebből? Én nagyon komoly ember vagyok itt, én vagyok a zsűri elnöke. Valószínűleg azért választottak engem, mert nem értek hozzá, és ilyenkor mindig egy elfogulatlan embert kell keresni, de mondjuk félretéve tréfát. Arról van szó, hogy nekem itt van Szarvason már jó régen néhány kedves barátom, ismerősöm, és ők szóltak, hogy jöjjek el, Závodi Feri, meg a felesége, meg hát a Petneházi Andrea, aki nagyon régi jó barátom. Úgyhogy nagyon szívesen jöttem, újra találkoztam a polgármester úrral, aki szintén nagyon kedves mindig, ahányszor csak jövök. Úgyhogy nagyon szívesen jöttem annál is inkább, mert egyrészt talán látszik rajtam, hogy egy kicsit úgy szeretem a hasacskámat, bár ma reggel lenyeltem egy medici labdát, csak azt látni ilyenkor. Meg aztán olyan kedvesen fogadnak minden alkalommal, amikor itt járok, hogy nem utasítok vissza sohasem Szarvasi meghívást. Mennyire nyitott a gasztronómiára egyáltalán, hogy a gasztrofilozófiáját definiálni kéne, akkor hogyan jellemezni? Hát én annak a híve vagyok, és mivel 18 éves korom óta általában étteremben ebédelek, mert nem nagyon, ahol éppen vagyok, elég sokat rohangáltam egész életemben, ezért eléggé, hogy mondjam, kényes ízlésű vagyok, szóval meg vannak ilyen bevett szokásaim, hogy ezt nem eszem, azt eszem, tehát mit tudom én, ha valaki megmer kínálni olyan, amiben mák van, akkor meg is ölöm, vagy aki nem tudom, sárga borsó főzeléket hoz elém, hát az később egyéb gazságokra is képes. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm, úgy látom, hogy ez a mikrofon nekem lett ideállítva. Remélem, senkit nem zavart össze ez a bevonuló zene, ez önöknek szólt a nagy csapatnak. Ja, kolbász és töltött káposzta fesztivál. A kolbász az egy régi szó a magyar nyelvben, még a török nyelvből került ide, egyébként azt jelentette, hogy harapás. De a németek is használták, die Kolbe azt jelenti, hogy dugattyú. De nálam a kolbásznak a neve az elsősorban a békeétel. Tisztelt ünneplő közönség, kedves vendégeink!
Magyarország kormánya határozatban döntött a honvédelmi sportközpontok létrehozásáról. A program célja országszerte olyan lőterekkel is rendelkező multifunkciós szabadidős sportközpontok létrehozása, melyek alkalmasak a sportlövészet kiszolgálásán túl, a honvédelmi neveléshez kapcsolódó sportágok gyakorlására és természetesen a közösségi funkciók ellátására is. A honvédelmi sportközpontok létrehozásával a kormány hazánk önvédelmi képességét is erősíti. Lehetőséget teremt arra, hogy a társadalom honvédelem ügye iránt fogékony tagjai önkéntes alapon a rendszeres testmozgásra épített honvédelmi nevelési programon keresztül szervezett keretek között honvédelmi szempontból is hasznosítható tudásra tegyenek szert. Tisztelt frakcióvezető úr, tisztelt képviselő úr, tisztelt polgármester úr, főtisztelendő úr, nagy tiszteletünk lelkész urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Bárcsak minden munkanapom ilyen gyönyörűen indulna, Budapesten beszálltam az autóba, és végig utaztam ezen a gyönyörű magyar őszi tájon, és most itt egy ilyen remek esemény résztvevője lehetek. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Tisztelt hölgyeim és uraim, ebben a veszélyes és kihívásokkal teli korban talán a megszokottnál jóval nagyobb figyelem irányul katonáinkra. Ők azok, akik garantálják országunk védelmét, tartásukkal, elszántságukkal és bátorságukkal pedig megtestesítik a rendet. Végső soron megteremtik a társadalom biztonságérzetét. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Isten, ha kezé másképp legyintem, a világ más felé halad. Az idézet Babits Mihály, az Elbocsátott vad című verséből származik. Tisztelt vendégeink, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt a mai napon, az Integrál ZRT alapításának 40. évfordulója. Milyen tisztelt szarvasiak, milyen tisztelt Integrál ZRT tulajdonosai, vezetői és dolgozói. Az alkotáshoz az ember akarata, tudása és tenni akarása kell. Volt egy kollégám, aki azt mondta, amikor építkezésről volt szó, amikor vita volt, hogy mi épüljön, mi ne épüljön, akkor azt mondta, minden, ami ebbe a megyébe, minden, ami ebbe a városba épül, az itt fog maradni. És én úgy gondolom, hogy akik itt dolgoztak, tervezték, kivitelezték, simogatták, építették ezeket az épületeket, felújították, akkor egy kicsit a lelküket beletette, önmagukat tették bele. Hiába vagy, a mosolyod úgy is az arcodra fagy. Királynak lenni az mámorító, de mi tudjuk azt, mi az igazi jó. Szemi fiúk, ott legfelül, talpig aranyban, de tökegedül, a hatalom ül.
Október 26-án a Várt Kert bazárban egy nagyon nagy elismerésben lehetett részese, hiszen a Magyar Erőemelő Szövetség életmű díjjal tüntette ki. Egy egész életutat, egy életpályának a lezárását, vagy legalábbis egy nagyon fontos megállóját jelent egy ilyen kitüntetés. Ön hogyan értesült róla, mik voltak az első gondolatai, mikor megtudta a hírt? Nagyon, hogy mondjam, nagyon nagy meglepetés volt. Én megmondom őszintén, nem számítottam, mert ez az a sportág, amit tulajdonképpen nem szponzorál a Magyar Állam. Ugye megvannak azok a sportágak, amiket szponzorál pénzzel a Magyar Állam, ezt nem nagyon. Tehát erre abszolút nem számítottam. Viszont az, hogy 42 év kemény munkája, 42 év kemény, ugye 81-ben kezdtem, rengeteg buktatóval, 18 évig saját pénzen, utána 2 évig Jarolics Béla azt támogatott, utána dr. Szentkeresti István 10 évig, és most utoljára Szebegyinszky úr, a Wörtrans Sport, ő támogatott 10 évig. Úgyhogy nagyon sok munka van mögötte, ezt így talán elmondani is nagyon nehéz. Rengeteg súly, amit az ember megemel, nem, nekem fogalmam sincs, 20-25 tonna egy edzés. Ezt ki kell mondjuk 40 évre ünnepnapokat mindenkivel 40 évre számolni. Hogyha lehetne még kívánsága vagy vágya, akkor mi az, amit igazán szeretne elérni? A válfájásom múljon el. Semmi más. Az életben semmi más. Meg vagyok elégedve. Imréhez van szerencsénk a Szarvasi Zenepavilonban, mondhatni már régi motoros itt Szarvason, de ma mégis milyen apropóból tesz tiszteletet itt nálunk? Hát a Mikulást bácsit várjuk, és ezzel kapcsolatos műsorral készültem. Természetesen vannak meghitt dalok, és vannak olyanok, amire már nagyon jó lehet bulizni, táncolni, énekelni, úgyhogy minden a közönségem múlik, én felkészültem mindenre. Tehát stílszerűen piros pulóverbe, piros kocsival érkezett, de még mivel fogja ide csalogatni a Mikulást? Mi az, amikor ilyenkor releváns egy ilyen koncerten? Hát a szép ének az mindig jól jön, és mindig jó hallatszik. A másik az, ami fontos, hogy a nagy klasszikusokat természetesen lelélekeljük, a Hullapályás Fehérhol, Szívünk régi dváv, Pattanypajtás, Pattanyhalkó, Mikulás, Mikulás, Kedves Mikulás, gyere már, minden gyermek is, felnőtt is vár. Hogyan hangolódott erre a mai napra, illetve feltételezem, hogy nem csak Szarvason fogja a hang lenyomatát hagyni. Igen, hát most rengeteg a fellépés, és emellett még természetesen vannak dolgok, amit meg kell csinálni, úgyhogy hála Istennek szeretném, hogy minden hónapom ilyen lenne, mint a december, de nyilván most a januártól márciusig majd látjuk, hogy hogy alakul az életünk, de pozitívan nézek mindennek elébe. Mit szól ahhoz, hogy Szarvasnak motoros a Mikulása, aki nem minden utca sarkon terem? Hát meg is lepődtem már tavaly is, és hát nagyon jó ötletnek tartom, bár én a régi hagyományos klasszikus Mikulásokat is szeretem, de ez a beújítás is nekem nagyon szimpatikus, és hát gratulálok hozzá. Te, amikor gyerek voltál, mennyire vártad a Mikulást? Gondoltad-e volna valaha, hogy ebbe a szerepbe fogsz bújni? Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen szerepbe bújok, de ez így alakult, és nagyon élvezem én is.
Mennyire intenzív ez az időszak? Egyáltalán fárasztó-e motoros Mikulásnak lenni? Hát azért most elég fárasztó. Már most a 9. napon vagyok motoron, minden este, minden délután. 2-3 órát azért kint töltök az emberek között. Nagyon jó érzés, és nagyon jó kint lenni velük. Röviden hogyan definiálnád, miért jó Mikulásnak lenni? Hát röviden. Azt a szeretetet, amit kapsz az emberektől, azok a mosolyok az arcokon, az felbecsülhetetlen. És akkor, hogyha már ma van a napja, akkor mesélj a mai napnak a menetéről, miképp fog kinézni a kora estét. Hát a mai nap az itt kezdődött el veletek egy interjúval, majd megyünk a Cervinus Teátrumba, onnan átjövünk a Zenepavilonhoz, itt lesz egy Mikulás ünnepség, utána még riportok hada és fényképezkedés meg ilyenek lesznek. És utána természetesen minden este, vagyis este meglátogatok minden gyereket, hiszen jön a Mikulás. Hát ez az év a születésnapunk volt. Az újratelepedés, az újrakezdésnek az éve, vagy évfordulója. 300 év nagy idő. Ez alatt a 300 év alatt, mint tudjuk, ami tótjaink és telepedettek, egy várost építettek. Sokaknak tartozunk köszönettel. Elsősorban a tulajdonosnak, aki megkapta ezt a területet, Báró Harukernek, nem beszélve ezt követően Tesneri Sámuelnek, aki ebben a városban fantasztikus dolgot tett értünk és a jövőért, és a Bolza családnak is, akik ennek a városnak a fejlődését elősegítették. Egy 300 éves évforduló arra is lehetőséget ad, és alkalmat kíván, hogy megköszönjük azt, amit tettek. Nem csak ők tették ezt, hanem sok ezren még, akik itt éltek ebben a városban, és nem lettnek már velünk. Nagyon nagy tisztelettel, szeretettel emlékezzünk rájuk, és köszönjük mi. 2022-ben a Szarvason élők nevében is, és köszönjük nekik azt, hogy lehetőséget adtak ilyen szép, és szerethető városban élhetünk itt is békességben.